Csomai a labda mögött. 8. perc, Csík felé küldi a szabadrugást. Lehotának ott lehet Rugovicsnak is, és ez helyzet volt. Csomai indítja Rugovicsot, nagy léptekkel megy a jobb szélen Gersics. Kirchmeier megpróbálja utolérni. Zare ott van Rugovics előtt, és bíró kapus véd. Kirchmeier. Nagyon jó labda, ott van Kovács előtt a lehetőség, és nem gól! Kovács gyönyörűen ugrik ki, át is emeli a kapuson, de Kelemen kivágja a gólvonalról a labdát. Kirchmeier még beadja a nagyon nehéz szögből, és mit hagyott ki Kovács? Csík. Lehota kap tőle nagyon jó labdát, ez gólhelyzet, és gól! Csík kicsit nehezen veszi át a labdát, aztán mégiscsak remek labdát ad Lehotának, aki a második félidő 4. percében ellövi bírós kapus mellett. 1-0-ra vezet a Veszprém. Lehota, jobb oldalon Csomai. Rugovics. Vissza Csomainak, itt van gólhelyzet, és Csomai föladja bíró kezébe. Nincsen les, nagyon-nagyon nagyot hibázott a veszprémi védelem. Kirchmeier húzhat kapura, és mellé lövi. És piros lap. Valószínűleg szövegért, Olajos már egyszer kapott sárga lapot ugyanezért, és most Marosvári játékvezető leküldi a siófoki csapatkapitányt. 47. perc, Elekes. Egy fejes kapufa!